Good afternoon, everyone. Szép délután mindenkinek. For those of you who don't know me, my name's David. Azok, akik nem ismertek, az én nevem Dávid. I'm from England. És Angliából vagyok. My wife is from Germany. Az én feleségem pedig Németországból van. But we live in Hungary. De itt élünk Magyarországon. Some of you saw our four children running around here earlier. És lehet, hogy láttátok páran négy kisgyermekünk rohangált itt körbe. And I know there's more people that are going to join in the next two days. És tudom, hogy több ember fog majd csatlakozni a következő két napban. But I think if you're one of the people who got a place on this camp, you're really blessed. De azt gondolom, hogy az a minden ember, aki ezen a táborban részt fog venni, az nagyon áldott. I think that there were people sitting at home looking at Facebook. És sokszor az emberek otthon ülnek, nézik a Facebookot, ugye? Oh, the Szombathit camp. Yeah, I'd like to go to that. És lehet, hogy látták, hogy van Szombathit tábor, szeretnék jönni. I'll just check my diary. Megnézem a naptáramat. And 5 minutes later. És 5 perccel később. I go back to Facebook. Visszamegyek Facebookra. Szombathit camp fully booked. És Szombathit tábor tele van már. And I think there are people who would like to be here, but can't be here. És szerintem vannak olyan emberek, akik is szerettek volna eljönni, de nem tudnak, mert ugye tele van. But it's no mistake that you are here. De nagyon örülök, hogy ti most itt tudtok lenni. And I believe that God wants to speak to all of us. És hiszem, hogy Isten mindannyiunkhoz szeretne szólni. And you know, God never calls us according to where we are now. He always calls us according to where we're going. Isten soha nem azt szerint hív el, ahol te most jelenleg vagy az életedben. Isten mindig arra hív, vagy azt szerint hív el, amerre szeretne téged vinni. When he called Gideon, amikor Gedeont elhívta, he said, I'm using you to save your people. Akkor mondta Gedeonnak, hogy én most téged foglak használni, hogy megmentsd az én népemet. És mondta Gedeonnak, I will be with you, mighty warrior. Hogy én veled leszek harcosom. And Gideon said, I'm not a mighty warrior. És Gedeon azt mondta, hogy én nem vagyok egy erős harcos. But God doesn't call you according to how you feel or where you are now. De Isten nem azt szerint hív téged, ahogy te érzed, vagy ahogy te vagy most. So be ready for him to speak to you this week. Úgyhogy légy kész arra, hogy Isten fog szólni hozzád ezen a hétvégén. Not according to where you are now, but according to where he is going to take you. De nem azt szerint akar szólni hozzád, ahol éppen most tartasz, hanem amerre szeretne téged küldeni. And I'd just like to pray that God will open up our hearts for that. És azért fog most imádkozni, hogy Isten nyissa meg erre a szívünket. So Father, we come before you tonight. Úgyhogy Atyánk, csak most eléd jövünk ma este. We thank you that you are a powerful God. És köszönjük, hogy te egy erőteljes Isten. Who loves us so much. Aki annyira szeret bennünket. And who has great plans for our lives. Akinek jó tervei vannak a mi életünkre. And Lord, we want to humble ourselves tonight. És Atyám, mi szeretnénk megalázni magunkat ma este. And say, God, I want to put aside what I think about me and my life. És Atyám, én szeretném most csak félretenni azt, amit én gondolok a saját életemről. And I want to let you put a vision into me, which is your vision for my life. És szeretném most megengedni, hogy te helyezz belém egy olyan látást, ami a te terved az én életemre. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. So the title for this whole week is Here I am, send me. Ugye ez a ma a hétvégének a témája, hogy itt vagyok, küldj el engem. And I don't know about you. És nem tudom, hogy mi a helyzet veled. But sometimes in my heart. De időnként az én szívemben. Is actually, God, why are you sending me? Ott van ez a kérdés, hogy Istenem, miért engem akarsz küldeni? Like we don't feel very powerful or ready to do great things for God. Mert én nem nagyon nem érzem azt, hogy kész lennék hatalmas és erőtes dolgokat tenni Istenért. Now I'll tell you a quick story that I told last year, but half of you were not here. Engedjétek meg, hogy elmeséljek csak egy gyors kis történetet, amit már múlt évben elmeséltem, de a fele féltársaság nem volt itt. Soon after I became a Christian, azután, hogy én keresztény lettem, I was just sitting in my garden one day praying. Volt egy alkalom, amikor ott voltam a kertben, és ott ültem, és imádkoztam. And I saw a picture, like a vision of me standing in front of people with a Bible teaching them. És csak láttam egy képet, hogy ott vagyok sok ember előtt Bibliával, és tanítom őket. And I thought, that cannot be me. És azon gondolkoztam, ez nem lehetek én. Do you know how I knew that? Tudjátok, hogy ezt honnan tudtam? Because about
7 years before that. Azért, mert 7 évvel ezelőtt. I had been at school. Iskolában, ott voltam az iskolában. In one of our classes, everybody had to give a presentation. És az egyik osztályban, amikor jártam, akkor vagy egyik órán mindannyiunknak kellett egy kis prezentációt előadni. And we could choose any topic we wanted. És igazából bármilyen témát választhattunk. So I said, yes, I'm going to choose football. Úgyhogy így mondtam, hogy oké, én a foci témáját választom. I thought, I know so much about football, this is going to be so easy. Úgyhogy mondtam is, hogy én annyi mindent tudok a fociról, könnyű lesz, nagyon könnyű. And I watched my classmates give their presentations. És aztán így láttam, hogy az osztálytársaim elkezdik a prezentációkat. Some were very good. Néhányan nagyon jók voltak. Some were okay. Néhány csak úgy, hát oké okay volt. David, now it's your turn. És akkor jött, hogy David, most ez a te, most te lehetőséged jön. So I walked up to the front. Úgyhogy előre mentem. I looked at my classmates. És ránéztem az osztálytársaimra. And everybody's eyes were on me. És mindenki engem nézett. And you know in the cartoons where people go red from their feet. És ismeritek azt a mesékben szokott lenni, amikor egy kis mesefigura így egészen lentről a feje tetejéig elvörösödik. I went red. Úgyhogy én tiszta vörös voltam. Everything I knew about football just went pop out of my head. Igazából minden, amit a fociról tudtam, pop. You know, I couldn't even say my name. Még a nevemet se tudtam elmondani. That's how I was. Ilyen voltam. So when I saw that vision, amikor láttam ezt a képet Istentől, I said, but God, I can't do that in my natural ability. Akkor azt mondtam, Istenem, én ezt biztos, hogy nem tudom megtenni a saját képességemből. I want to talk tonight about how God works on the earth. Arról szeretnénk ma beszélni, hogy Isten hogyan munkálkodik a földön. Because if we don't know how God works on the earth, we won't know how we can play a part in what he's doing. Mert hogyha nem értjük meg, nem tudjuk, hogy Isten hogyan munkálkodik a földön, akkor mi nem tudunk ennek igazán részesei sem lenni. Now, there's a pattern that I've noticed that God almost always seems to use when he wants to do something on the earth. És látok egy mintát, amit Isten szinte minden esetben használ akkor, amikor szeretne munkálkodni a földön. And if you want to fulfill God's calling on your life, you must understand this pattern. Hogyha te szeretnéd Isten elhívását betölteni ezen a földön, akkor meg kell értened ezt a mintát. So I'll tell you the pattern and I'm going to give you lots of examples. Úgyhogy elmondom nektek a mintát, és fogok sok példát hozni. So the first thing, az első dolog, is that God wills something. Hogy Isten akar valamit. So there's something that God wants to happen on the earth. Isten valamit akar, hogy megtörténjen a földön. Second thing is, he speaks it out. A második dolog, hogy ezt ő ki is mondja az akaratát. So he wills it. Tehát ő akarja. He speaks it out. Ezt ki is mondja. And then, és azután, he accomplishes it through his spirit, or you could say the Holy Spirit accomplishes it. És ezt meg is valósítja a Szent Szellemén keresztül, vagy úgy is mondhatjuk, hogy a Szent Szellem az, aki megvalósítja ezt az akaratot. So first of all, let's look at creation. Például nézzük meg először a teremtést. So God wanted to create lots of things. Isten szeretett volna teremteni sok mindent. He willed it. Ugye akarta. Then he started to speak it out. És aztán elkezdte ezt így ki is mondani. What did he say? Let there be. Mit mondott? Legyen. And God valami. Made the sun, the moon and the stars just by saying, let there be. És úgy teremtette Isten a holdat, meg a csillagokat, meg a napot, hogy annyit mondott, hogy legyen. But how did the sun, moon and stars actually come to be? De mégis hogyan a csillagok, meg a nap, az mégis akkor hogyan lett? Well, look at what it says in Psalm 8. Nézzük meg, mit mond a Zsoltárok 8-ban. Can read it. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. So God said, let there be. Tehát Isten mondta, hogy legyen. The sun, moon and stars. Ugye a csillagok, a hold és a but it nap. Says here that it was his fingers, it was the work of his fingers that put them there. De itt azt mondja, hogy igazából ez az ő ujjai, az ujjainak a munkája volt, ami oda is helyezte azokat. So what does that mean? De mit jelent ez? Well, when we get to the New Testament, we find out what that means. Amikor az új szövetségbe belenézünk, akkor rájövünk, hogy mi ez. In Luke 11,
a Lukács 11-ben. Jesus says this. Ezt mondja Jézus. Ha viszont én Isten ujjával üzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Istennek országa. Then in Matthew 12 he says something very similar. És a Máté 12-ben valami nagyon hasonlót mond. Look at this. Nézzétek ezt. Ha pedig én Istennek szelleme által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. So first he says if I drive out demons by the finger of God. Tehát először itt arról beszél, hogyha én ki parancsolok démonokat az Isten ujjával. And then he says if I drive out demons by the spirit of God. Aztán később azt mondja, hogy én kiűzök démonokat az Isten szelleme által. So what's God's fingers? Tehát mik Isten ujjai? It's the power of his spirit. Az ő szellemének az ereje. So God said let there be the sun, moon and stars. Tehát Isten azt mondta, hogy legyenek, jöjjenek létre a hold, nap, csillagok. He willed it, he spoke it out. Akarta, és ezt ki is így mondta. But the Holy Spirit put them in place. De a Szent Szellem volt az, aki valójában oda helyezte. Now if we think of God wills it, hogyha arra gondolunk, hogy Isten akarja, we think about God the Father. Akkor igazából az atyára, mint mennyei atyára gondolunk. And then when he speaks it out, és amikor kimondja, we think about Jesus. Akkor Jézusra gondolunk. Why? Because Jesus is the Word made flesh. Mert ugye Jézus a testet öltött ige. And then of course the Holy Spirit who does the work. És aztán természetesen a Szent Szellem, aki pedig megvalósítja ezt a munkát. So you can see that the Father, Son and Holy Spirit are always involved in what God does on the earth. Tehát láthatjátok, hogy minden az, amit Isten a földön akar tenni, abba be van vonva az Atya, a Fiú és a Szent Szellem is. We're going to look at an example now in the book of Exodus. És most megnézzük egy példát a Mózesből. And in this story, és ez a történet. God wanted there to be a tabernacle, a meeting place on earth. Arról szólt, hogy Isten szeretett volna, mint egy ilyen szent sátrat, mint egy ilyen gyülekező just hely a like földön. The one in heaven. Ugyanúgy, ahogy van a mennyben is egy ilyen hely. So he willed it. Ő ezt akarta, hogy legyen egy ilyen hely. And then through the prophets he spoke very specifically about exactly how it should be built. És aztán a prófétákon keresztül pedig el is mondta, hogy hajszál pontosan ennek a szent helynek, szent sátornak hogyan kell kinéznie. So he spoke it out. Úgyhogy ő így ki is mondta ezt. Then it says this. És aztán ezt mondta. Lásd, név szerint elhívtam Becalélt Hurfiának, Úriának a fiát a Júda törzséből. Betöltöttem őt isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkálatra, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a rész feldolgozására, foglalatba való kövek vésésére, fafaragásra és mindenféle munka elvégzésére. Now, could Bezalel do the work in his natural ability? Kérdés az, hogy Bezalel meg tudta tenni ezt a munkát, amit itt le van írva a saját természetes képességeiből. No. Nem. So actually you could say Bezalel didn't do the work. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy nem Becalél tette ezt a munkát. The Holy Spirit did it through him. Hanem a Szent Szellem végezte rajta keresztül. Now, this is not your normal list of the gifts of the Spirit. Ez nem a normális átlagos lista a Szent Szellem ajándékairól. This is not what we think of when we think of the gifts of the Spirit. Amikor a Szellem ajándékaira gondolunk, akkor nem ezekre gondolunk. So what does that tell us? Miről beszél ez nekünk ez alapján? Mit mondhatunk? That if God wants to achieve something through you, hogyha Isten szeretne valamit rajtad keresztül elérni, he can enable you to do whatever it takes to achieve his purpose. Akkor igazából képessé tud tenni bármire, hogy elérd az ő terveit. So I want to say this. Úgyhogy azt szeretném csak mondani. Never limit the plan of God for your life to what you can achieve in your natural ability. Soha ne korlátozz be Istennek a tervét az életedbe az alapján, hogy teked milyen természetes képességeid vannak. Why? Miért? Because that won't be God's plan for your life. Mert ez nem az Istennek a terve a te életedre. Why? Because that's not how God works. Mert nem így működik Isten. If you feel God's calling you to do something, ha te úgy érzed, hogy el vagy hívva, hogy tegyél valamit, and you know there is no way I can do that. Akkor és tudod sokszor azt, hogy
semmi esély nincs arra, hogy én ezt megtegyem. That is a really good sign that that is God speaking to you. Ez egy nagyon jó jele annak, hogy valójában Isten beszél hozzád ilyenkor. Because you're not going to do it. Mert nem te fogod ezt megtenni. He's going to do it through you by His Spirit. Ő fogja megtenni a Szellemén keresztül, rajtad keresztül a Szellem által. And maybe this reminds us of a famous verse from Zechariah. És lehet, hogy ez emlékeztet titeket egy jó, egy híres verse Zakariásból. Erről így szólt hozzám. Az Úr igéje ezt mondja Zerubábelnek. Nem hatalommal, nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Okay, so what's the pattern? Mi a minta? First part. Első része. God wills it. Hogy Isten akarja. Then he speaks it out. Azután ki is mondja ezt. If he wants to use us to fulfill it, hogyha ő bennünket akar használni, hogy ezt meg is valósítsuk, we're not going to do it in our natural ability. Akkor nem a természetes képességeinkből fogjuk tudni ezt megtenni. That's quite a relief, actually. Ez egy elég nagy ilyen megkönnyebbülés számunkra. Because we can say, God, I'll step forward in faith, but I trust that you will do it through me. Mert mondhatjuk azt, hogy Istenem, én kilépek hitben, előre megyek, de bízom benned, hogy igazából te fogod ezt tenni rajtam keresztül. So what does that mean? Mit jelent ez? When God speaks to you, hogy amikor Isten beszél hozzád, you can't say, God, I'm not going to do that, I can't do that. Akkor igazából nem mondhatod azt, hogy Istenem, én ezt nem fogom megtenni. Because that means you haven't understood how God works. Mert ez azt jelent, ez azt mutatja, hogy valójában nem értetted meg, hogy Isten hogy munkálkodik. In 1 Samuel chapter 17, az 1 Sámuel 17-ben, there's a story that we all know. Van egy olyan történet, amit mindannyian nagyon jól ismertek. This little guy called David, ezt a kisfiút úgy hívnak, hogy Dávid, swings his sling, pörgeti a kis paritjáját, and he kills a huge giant called Goliath. És megöl vele egy hatalmas óriást, akit úgy hívtak, hogy Góliát. Totally impossible. Teljesen lehetetlen. The whole of the army could not defeat this one guy. Egy egész hadsereg nem tudta legyőzni ezt a nagy embert. Now, usually we look at that story. Általában, ahogy nézzük ezt a történetet, and we forget to look at the chapter before it. Elfelejtjük megnézni az előző fejezetet. And look at what it says in the chapter before. Nézzétek, hogy mit mond egy fejezettel korábban. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, felkente őt testvérei jelenlétében, akkor az Úr lelke száll Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. It wasn't really David who defeated Goliath. Valójában igazából nem Dávid volt az, aki legyőzte Góliátot. It was God who defeated Goliath through David. Itt Isten győzte le Góliátot Dávidon keresztül. Now, what was it about David that enabled him to have these kind of adventures with God? És mi volt Dávidban, ami képessé tette erre a cselekedetre? Why did God choose David? Miért Isten miért választotta Dávidot? Well, here's a clue. Itt van egy. This is what God said. Tip erre, amikor őt elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta: megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. So first of all, he loved God. Először is Dávid ugye szerette Istent. He was a man after God's heart. Ő egy Isten szerinti férfi volt. But I think that last part is really important. De az utolsó rész, ami nagyon fontos. Why did God use David? Miért Dávidot használta Isten? Because God knew. Mert Isten tudta. This is a man who will do whatever I tell him to do. Hogy ez az az ember, aki mindent meg fog tenni abból, amit én mondok neki. Maybe the reason David said yes to God. És lehet, hogy az egyik ok az volt, mert hogy Isten, hogy Dávid igen mondott Istennek. Because he was so close to God, he knew the pattern that we're talking about. Az valószínűleg az volt, azért mondott igen, mert annyira ismerte Istent, hogy ismerte ezt a mintát, amiről most itt beszélünk. Otherwise he would said, why you want me to kill Goliath? Különben azt mondta volna, hogy miért akarod, hogy én legyőzzem Góliátot? I can't do that. Én ezt nem tudom megtenni. Don't be ridiculous. Ne legyél ilyen őrült. Okay, God, if you're telling me to do it. De azt mondta, nem. Okay, hogyha Istenem, te mondod nekem, hogy ezt tegyem meg. Then I know. Akkor tudom. That you're going to do it through me. Hogy te fogod megtenni rajtam keresztül. It's the same with the New Testament. És ez ugyanígy van a Új Szövetségben is. You know, God sent Jesus. Ugye tudjátok, Isten küldte Jézust. And God wanted his amazing news of salvation to spread out across the whole world. És Isten szerette volna, hogy az ő csodálatos üzenete az egész világon elterjedjen. And Jesus said to the disciples, és Jézus azt mondta tanítványainak, you don't need to read it. Go.
Menjetek. Go tell people about me. Menjetek és beszéljetek rólam az embereknek. Make disciples of all nations. És tegyetek tanítvánnyá minden népeket. And in other places he told them to heal the sick, cast out demons. A másikén azt mondja, hogy gyógyítsatok betegeket, üzzetek démonokat. Even raise the dead. Még ráadásul azt is mondta, hogy támasztatok halottakat. But the disciples didn't immediately go. De a tanítványok nem azonnal mentek. Why? Miért? Well, God willed it. Isten akarta. God spoke it. Isten beszélt erről. But then look at what Jesus said. És aztán nézzétek, mit mond Jézus. Íme, én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. See, what was the problem? Mi volt a probléma? The pattern wasn't complete. Az a minta még akkor nem volt teljes. They had part one and they had part two. Meg volt az első rész, meg a második rész. But they hadn't yet been empowered by the Spirit to do God's will. De nem voltak még megerősödve a Szent Szellem által, hogy meg is tegyék, valósítsák az Isten akaratát. But once they got filled with the Holy Spirit. De aztán betöltekeztek Szent Szellemmel. Wow. Wow. You read the book of Acts. Ugye, ha olvasod az Apcselt, a apostolok cselekedeteit. It is the most thrilling book you will ever read. Akkor ez a leg thrilling? Thrilling, yeah. Thank you. What's this? You got it. Exciting. Ez a legizgalmasabb könyv, amit olvashatsz. If you read what God did through these guys. Hogyha olvasod, hogy Isten mit tett ezeken az embereken keresztül. But only after they were filled with the Holy Spirit. De csak azután, hogy betöltekeztek Szent Szellemmel. So, how can me and you take part in what God is doing on the earth today? Tehát hogyan vehetsz részt te és én abban, amit Isten tesz a földön ma? Do you think God has changed his pattern? Gondolod, hogy Isten megváltoztatta ezt a mintát? No. Nem. But there are two things that we need before we can enter into his adventure for us. De van két dolog, amire szükségünk van, mielőtt ebbe a kalandba mi is belekezdünk. First thing is, az első, we need to get genuinely saved. Hogy valóban őszintén meg kell, hogy térjünk. Secondly, a második, we need to get genuinely filled with the Holy Spirit. Hogy teljesen őszintén be kell, hogy töltekezzünk Szent Szellemmel. And I just want to say that there are many people who have been going to church for years. És csak azt akarom mondani, hogy van nagyon-nagyon sok olyan ember, akik sok-sok év óta járnak gyülekezetbe. And the reason they're not entering into God's plan for their life. És az ok, amiért ők nem lépnek bele az Isten tervébe, ami az ő életükre nézve az Isten terve. Usually comes down to these two things. Az általában ebből a két dologból fakad. Maybe they think they're saved. És azért, mert lehet, hogy azt gondolják, hogy meg vannak váltva. Maybe they accepted a gospel that wasn't the true gospel. Maybe they accepted a gospel that wasn't the true gospel. Lehet, hogy elfogadtak egy olyan fajta evangéliumot, ami valójában nem az valódi, az igaz evangélium volt. Maybe somebody said to them, "Oh, you don't need to be filled with the Holy Spirit." Vagy lehet valaki azt mondta nekik, hogy neked nem kell, hogy betöltekezzél a Szent Szellemmel. You got that when you were saved. You don't need anything else. Amikor már megtértél, már ott van benned, nem kell semmi több. Well, let's talk about this. Egy kicsit beszéljünk erről. You see, genuine salvation. Mert a valódi megváltás, vagy megtérés, is a free gift. Ez egy ingyenes ajándék. You can't work for it. Nem tudsz megdolgozni. But there are two things that have to be in your life in order to get it. De van két dolog, ami mégis ott kell, hogy legyen az életedben, hogy ezt mégis megkapd. First one is faith. Az első az hit. We have to believe that Jesus died for our sins. El kell hinned, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért. We have to believe that God raised Jesus from the dead. És el kell hinni, hogy Isten fel is támasztotta Jézust a halálból. The Bible is quite specific about this. A Biblia egy elég pontos ebben. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. So people say, I believe in God. Sok ember mondja, én hiszek Istenben. I want to tell you, there are loads of people on planet Earth who believe in God, but are not saved. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki hisz Istenben, de valójában nincsenek megváltva. They say, I've got faith. Mondják, hogy van hitem. Well, what do you mean by that? De mit értesz ez alatt? What exactly
do you think you need to believe in to be saved? Mit gondolsz valójában? Mire van szükséged ahhoz, hogy meg legyél térve? We could ask the question, what type of faith saves us? Meg fel kell tennünk a kérdést, hogy milyen fajta hit az, ami bennünket megvált. Well, one thing that's clear. Az egyik, ami nagyon tiszta itt. Is it has to be believing that God can raise the dead type of faith. Hogy az egyik az az, hogy olyan hitünknek kell lenni, ami egy olyan fajta hit, ami hiszi azt, hogy ez a, hogy Isten fel tudja támasztani a halálból bárkit, fajta hit. Na, bocsánat, ez kicsit. That was a long one. It was yeah. Well done. But you might be thinking, David, what does that kind of faith look like? És lehet, hogy megkérdezed, hogy ez a fajta hit, ez hogy néz ki? What's the difference between someone who says I believe and someone who really believes? És mi a különbség az, hogyha valaki annyit mond, hogy hisz, aközött, hogy valakinek tényleg van hite? Well, we see that from the life of Abraham. Ezt Ábrahám életéből látjuk. Abraham was the first person whose faith was credited to him by God as righteousness. Nagyon érdekes, hogy ő volt az első, akinek a hite be volt számítva igazságul Isten előtt. Let's think about Abraham. Gondolkozzunk kicsit Ábrahámról. God gave Abraham amazing promises. Isten Ábrahámnak csodálatos ígéreteket adott. And all of those promises depended on his son Isaac. És minden egyes ígéret Izsákra vonatkozott. Everything that he was hoping for depended on his son Isaac. Minden amiben reménykedett, az Izsákhoz kapcsolódott. Isaac was his life. Igazából Izsák volt az ő élete. And one day God says, I want you to sacrifice Isaac. És aztán egy nap azt mondja Isten, hogy szeretném, hogy áldozz föl Izsákot. Do you understand what that meant for Abraham? Értitek, hogy mit jelentetett ez Ábrahámnak? That meant giving up everything. Ez azt jelentette, hogy fel kell adnia mindent. And when Abraham lifted the knife and he was ready to sacrifice Isaac. És amikor ott volt Ábrahám, felemelte a kést és készen volt arra, hogy megölje Izsákot, a fiát. Listen to this. Hallgasd, ezt figyeld. His actions demonstrated God can raise the dead. Az ő cselekedete az valójában azt demonstrálta, mutatta be, hogy Isten fel tudja támasztani a halottat. Look at this. Mert nézd meg, Zsidók 11. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Now, did Abraham have faith? Volt Ábrahámnak hite? Absolutely. Teljes mértékben. Was it just I believe in my heart type faith? Ez csak egy ilyen én elhiszem a szívemben típusú hit volt. Absolutely not. Nem csak egy ilyen hit volt. His faith was clearly shown by his actions. Az ő hite teljesen tisztán megmutatkozott az ő cselekedeteiben is. Look at what James says. És nézzétek, mit mond Jakab. Ábrahám ősapánk is azzal vált Isten számára elfogadhatóvá, amit tett. Amikor az oltáron felajánlotta Istennek a fiát, Izsákot. Ebből láthatjátok, hogy Ábrahám hite és a tettei összhangban voltak. A hite azzal vált tökéletessé, amit a hite alapján tett, és így teljesedett be az írás, amit az írás mond. Ábrahám hitt Istennek, és bízott benne. Isten pedig elfogadta Ábrahám hitét, és elfogadta őt magát is. Ezért nevezte Isten a barátjának Ábrahámot. Látjátok tehát, hogy az embert a tettei teszik valóban elfogadhatóvá Isten számára. Pusztán a hite által ez nem lehetséges. You see, anyone can say I have faith. Látjátok, mindenki mondhatja azt, hogy nekem van hitem. But faith is only true faith when our actions follow. De a hit az akkor valódi hit, hogyha valóban cselekedetek is követik. Now, our actions cannot save us. A mi cselekedeteink azok nem tudnak bennünket megváltani. Don't get me wrong. Ne értsetek félre. Your actions cannot save you. A ti cselekedeteitek által nem tudtok. We're not saved because of what we have done, we're saved because of what he has done. Mert nem az alapján vagyunk megváltva, amit mi tettünk, hanem az alapján, amit ő tett. But true faith saves you. De az igaz hit, ami megvált téged. And if your faith doesn't come with actions, it's not true faith. És hogyha te hited nem
hited mellé nem jönnek a cselekedetek, az valójában nem igaz hit. And if it's not true faith, it can't save you. És ami nem igaz hit, az nem tud téged megváltani. Are you getting this? Értitek now, ezt? Now, so we talked about faith. Úgyhogy beszéltünk a hitről. Now we really understand what true faith looks like. Most már értjük azt, hogy a valódi hit az mit, hogyan néz ki. You're going to understand the second thing that you need. És ez alapján meg fogod érteni a második dolgot. And the second thing that you need to get saved. A második dolog ahhoz, hogy megváltva legyél. Do you know what it is? Tudjátok mi az? Repentance. A bűnbánat. Do you know that there are thousands, if not millions, of preachers today preaching a gospel without mentioning the word repentance? És tudjátok, nagyon-nagyon sok-sok száz, ezer pásztor és tanító úgy hirdeti az evangéliumot, hogy nem említi meg azt a szót, hogy bűnbánat, vagy megtérés. And I want to say to you, I'm really sorry. És szeretnék bocsánatot kérni. But if you received a gospel that says all you have to do is believe. Hogyha te csak azt a evangéliumot fogadtad el, hogy ó, semmi más nem kell tenned, csak hinned. And they never mentioned to you repentance. És soha nem említették neked azt a szót, hogy megtérés. I'm really sorry. Akkor nagyon sajnálom. But you might think that you're saved when you're not. De lehet, hogy azt gondolod, hogy meg vagy váltva, de valójában nem. And I don't say that to you to disappoint you. És nem azért mondom ezt, hogy csalódást okozzak. I say it because I want you to be saved. Mert azért mondom, hogy mert azt szeretném, hogy valójában meg legyél váltva. And I know that if that's you, you're going to be confused. És tudom, hogyha így vagy, akkor ez egy kicsit ilyen összezavaró. Because you're thinking, but I'm saved. Mert azt gondolod, de én meg vagyok váltva. Why aren't I seeing the stuff that I read about in the Bible in my life? De miért nem látom azokat a dolgokat az én életemben, amit a Bibliában ott vannak? Well, let's just talk about repentance. Kicsit beszéljünk a megtérésről. The Greek word for repentance is metanoia. A görög szó, az eredeti görögben a megtérésről lévő szó az metanoia. And it means a complete change of mind. És az azt jelenti, hogy egy teljes változás az elmében. I want to give you a longer definition than that. Szeretnék adni egy hosszabb definíciót erre. Repentance, a megtérés, is a change of mind that results in a change of actions. Az egy olyan elmebeli változás, ami megváltoztatja a cselekedeteidet is. It's when we realize what Jesus has done for us. Mert amikor felismered, hogy Jézus mit tett érted. And we recognize he wants me to change now. Akkor azt is felismerjük, hogy az ő akarata az is, hogy én most akkor meg is változzak. He doesn't want me to carry on living the way I was before. Ő nem szeretné azt, hogy én ugyanúgy éljek tovább, ahogy előtte. And it's when we turn from our sinful life. És amikor mi elfordulunk a mi bűnös életünktől. We completely let go of it. Teljesen elengedjük. Actually, we let it die. Tulajdonképpen megengedjük, hogy meghaljon a mi régi életünk. This is what John the Baptist was talking about. Ez volt, amiről a keresztelő János is beszélt. This is what Jesus was talking about. És erről beszélt Jézus is. Wanna read that? Mert aki meg akarja menteni életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja. This is what Peter was talking about. És Péter is erről beszélt. On the day of Pentecost. A pünkös napján. The people were touched. Az emberek megérintettek. They said, what should we do? És aztán kérdezték az emberek, oké, és most mit kell tennünk? He said, repent and be baptized. Mondta, hogy térjetek meg, és merítkezzetek be. If you read your Bible, you'll find that this was what the Apostle Paul preached as well. És hogyha olvastad a Bibliát, akkor ugyanezt hirdette Pál apostol is. Now, many of us go to church. Nagyon sokan ugye járnak gyülekezetbe. Many of us are saved, or we think we're saved. És nagyon sokan úgy vannak, hogy gondolják, hogy meg vannak térve. But I want to really challenge you this afternoon. Szeretnélek igazán egy ilyen kihívás elé állítani ma délután. And I want to say, who really makes the decisions in your life? Azt szeretném kérdezni, ki az, aki valójában a döntéseket hozza a te életedben? I can go to Szombathöt. Elmehetek Szombathötre. I can close my eyes and worship. Becsukhatom a szememet dicsőítés közben. I can listen to one of the best preachers in Hungary, Réz Ádám. És hallgathatom a legjobb tanítót Magyarországon, mint Réz Ádám. And I can say amen. És mondhatjuk azt, hogy amen. That was a good message. Ez egy nagyon jó üzenet volt. But who really makes the decisions on an everyday basis
in your life. De ki az, aki napi szinten meghozza a döntéseket a te életedben? Because you know what David did? Mert tudjátok, Dávid mit tett? Do you know how he made decisions? Tudjátok, hogy Dávid hogyan hozott döntéseket? When he didn't know what to do. Amikor nem tudta, hogy mit tegyem. The Bible says David inquired of the Lord. Azt mondja a Biblia, hogy Dávid elcsendesedett az Úr előtt. So what does that mean? Mit jelent ez? David got down on his knees. Dávid lement az ő térdeire. And said, God, you're my Lord. És azt mondta, hogy Istenem, te vagy az én Uram. What shall I do? Mit tegyek most? What do you want me to do? Mit szeretnél te, hogy én tegyek? Doesn't matter how difficult it is. Nem számít, hogy milyen nehéz ez. Because I'm not going to do it. Mert én fogom megtenni. You're going to do it through me. Te fogod megtenni rajtam keresztül. Now that requires humility. Ez alázatot kíván, and faith, és hitet. And I want to tell you, there is nothing that you cannot overcome in this life with humility and faith. Azt hadd mondjam el, hogy nincs semmi olyan dolog, amit te ne tudnál legyőzni ezzel a két dologgal, alázat és hit. Because God resists the proud. Mert Isten azt mondja, hogy ő ellene áll a büszkéknek. But he gives grace to the humble. De kegyelmet ad az alázatosoknak. Jesus said, anything is possible for he who believes. Jézus azt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. So if you've got faith and humility, úgyhogy ha te alázattal vagy és hittel, nothing can stop you. Akkor semmi nem tud megállítani. And God can do great things through you. És Isten nagyon csodálatos dolgokat tud tenni rajtad keresztül. So faith and repentance. Úgyhogy hit és megtérés. We're gonna have a chance to pray at the end tonight. Lesz majd lehetőség a ma este vége, hogy imádkozzunk. And if you're not sure, hogyha te nem vagy biztos benne, if you've ever really repented, hogy valójában igazán megtértél-e, or you've ever really put your faith in Jesus, vagy hogy valójában valaha igazán belevetetted a hitedet Jézusba, we're gonna have a chance to do that. Akkor majd lesz lehetőség, hogy ezt megtedd. But once you've done that, de amint ezt megtettek, guys, we've got to be baptized in the Holy Spirit. Akkor figyeljetek, be kell, hogy merítkezzünk a Szent Szellemmel. I'll tell you why. Elmondom, hogy miért. Because when we become a Christian, mert amikor mi keresztényé válunk, God has things for us to do. Akkor Istennek vannak tervei, amit hogy megtegyünk. We know God's pattern. De ugye tudjuk Isten mintáját. The only way you can fulfill his calling on your life is if you get baptized by the Spirit. Az egyedüli út ahhoz, hogy te betöltsd azt az elhívást, az az, hogy belegyél töltekezve, merítkezve az ő Szent Szellemével. Because then you can operate in his power. Mert akkor utána fogsz tudni működni no. az ő erejével. I wasn't going to say this. Én nem terveztem ezt mondani. Some of you are really hungry tonight. Vannak közöttetek olyanok, akik nagyon éhesek. And I'm just going to give you this for free. És úgyhogy ma este ezt a plusz részt, ezt ingyen adom nektek. Actually, there's more than this. Van sokkal több ennél. You need to be full of the Spirit. Mert be kell, hogy töltekezzél a Szent Szellemmel. Led by the Spirit. Vezetett kell legyél a Szellem által. And operate in the power of the Spirit. És hogy működj a Szellem erejében. Those are three different things. Ez három különböző dolog. I haven't got time to go into those tonight. Nem lesz időnk, hogy ma este ebbe belemenjünk. But I want to tell you, don't stop seeking God until you understand those three things and you live in those three things. Azt akarom mondani, hogy ne hagyd abba a keresését Istennek addig, amíg ezt a három dolgot nem érted meg. If you want to find it, it's in Luke chapter 4. Hogyha szeretnéd megkeresni, a Lukács 4-et olvasd el. Jesus was full of the Spirit. Mert Jézus be volt töltekezve a Szellemmel. Jézus vezetett volt a Szellem által. And when he came out of the wilderness, he operated in the power of the Spirit. És amikor kijött a pusztaságból, akkor elkezdett működni a Szellem ereje által. Okay, so let's talk about being filled with the Spirit. Kicsit beszéljünk meg arról, hogy a Szent Szellemmel való betöltekezésről. I'm nearly finished. Már majdnem befejeztem. But I just want to show you something that might surprise you. De csak szeretnék mutatni valamit, ami lehet, hogy meg fog lepni téged. Now, in Acts chapter 8, az apostolok cselekedetei 8-ban, the church went through a time of great persecution. Akkor ebben az időszakban az egyház egy elég nagy üldöztetésen ment keresztül. And all the believers were scattered to different towns and cities. És minden a hívők így szétmentek különböző városokba. There was a disciple named Philip. És volt egy tanítvány, akit úgy hívtak, hogy Fülöp. And he went to a city called Samaria. És ő elment egy városba, amit úgy hívtak, hogy Samária. And he started telling people about Jesus. És
ő elkezdett beszélni Jézusról ott. And he healed the sick. És elkezdett gyógyítani beteget. He cast out demons. Démonokat üzött. He did great miracles in Samaria. És Samáriában nagy csodákat tett. And the Bible says there was great joy in that city. És azt mondja a Biblia, hogy egy ilyen nagy öröm volt ebben a városban. Now I want you to look really carefully at what it says next. De szeretném, hogy most nagyon figyeljetek, hogy itt mit mond a következőkben. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Okay. Okay. Couple of verses later. Egy pár verssel később. Look at this. Nézzétek. Amikor meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost, lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában. Mert még egyikükre sem szállt rá, csak megvoltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Did you notice something? Észrevettél valamit? These people accepted the gospel. Ezek az emberek elfogadták az evangéliumot. They had genuine salvation. Volt egy valódi megtérésük. They believed in Jesus. Hittek Jézusban. They had been baptized in water. És be is voltak merítve víz által. But de they had not yet been baptized in the Holy Spirit. Még nem voltak bemerítve a Szent Szellembe. There are people who will tell you that that's not possible. És vannak emberek, akik azt mondják, hogy ez nem lehetséges. I'm going to stick with the Bible. De én a Bibliához szeretnék ragaszkodni. And I just want to say to you, it is possible. És csak szeretném mondani, de ez lehetséges. That you might have become a Christian. És lehet, hogy keresztényé váltál. But not yet have been filled with the Holy Spirit. De még lehet, hogy soha nem voltál betöltve a Szent Szellemmel. And that's okay. És ez rendben van. That doesn't mean you're not saved. Ez nem azt jelenti, hogy te nem vagy megtérve. That just means there's more. Ez csak azt jelenti, hogy itt még van több. And so tonight we're going to pray. Úgyhogy ma este fogunk imádkozni. Because I'll be honest with you. Mert őszinte leszek veletek. I don't want to be one of those people. You don't. I don't want to be one of those people. Én nem szeretnék valamelyik ezek közül az emberek lenni, ezek közül az emberek. Do you know what will happen to those people? Mert tudjátok, hogy mi történt ezekkel az emberekkel? You get saved. Megtértek. Start going to church. Elkezdenek menni ugye gyülekezetbe. They'll never be able to fulfill God's calling on their life. És nem soha nem képesek betölteni viszont az Isten because elhívását az they're életükre. Limited to their natural ability. Mert ők be vannak korlátozva az ő természetes képességeikbe. And God doesn't do that. És Isten nem teszi ezt. He wants to do it through you. Isten szeretne rajtunk keresztül munkálkodni. So they're going to live this life waiting until they go to heaven. És ők sokszor itt várnak ezen a földön addig, amíg el nem jutnak a mennybe. But God has an adventure for us now. De Istennek van egy fantasztikus terve, a kalandja számunkra már most. Jesus said, you didn't choose me, I chose you. Jézus azt mondta, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. To go and bear fruit. Azért, hogy menjetek és gyümölcsöt teremjetek. So these two things we need. Úgyhogy ez a két dolog, amire szükségünk van. Now if you think you've had these things before, és lehet, hogy hallottad ezt már korábban. That's okay. Ezeket a dolgokat, ez rendben van. I wake up every morning and I ask God to fill me with His Spirit again. Én minden nap, mikor fölkelek, azt kérem Istentől, hogy Istenem, töltsd be a Szent Szellemeddel újra. And that's biblical as well. És ez is biblikus. In Acts chapter 2, the believers got baptized in the Holy Spirit. A apostolok cselekedetei 2-ben emberek betöltekeztek Szent Szellemmel. If you read Acts chapter 4, the same guys got filled with the Spirit again. És ha elolvasod a negyedik részt, akkor ugyanazok az emberek újra betöltekeztek Szent Szellemmel. I need it. Szükségem van rá. So let's just start to pray. Úgyhogy csak kezdjünk el imádkozni. And let's just seriously come before God now. És csak most őszintén, komolyan menjünk Isten elé. Because it doesn't matter what we think or what the person next to us thinks. Mert nem az számít most, hogy aki a melletted ülő ember mit gondol rólad. Doesn't matter if we've been going to church for years or if we've never been to church.
És nem is az számít, hogy te jártál már éveken keresztül gyülekezetben, vagy még soha nem voltál gyülekezetben. What matters is God wants to know you. Ami számít, az az, hogy Isten szeretné, hogy te ismerd őt, megismerd őt. So Father, we just want to thank you right now that you provided everything we need for genuine salvation. Atyám, én csak most szeretnék hálát adni azért, hogy te mindent megadtál ahhoz, hogy igazán őszintén meg tudjunk térni. God, it was our sins that separated us from you. A mi bűneink voltak, amik elválasztanak tőled. But you sent Jesus to pay for those sins. De te elküldted Jézust, hogy nagy drága árért a mi bűneinkért. So we come before you now and we say that we believe in your death and resurrection. És most csak eléd jövünk, és elmondjuk, hogy mi hiszünk a te halálodban és a te feltámadásodban. Yeah, the Bible says that we should say it with our mouth. So why don't you guys say, I believe in your death and resurrection. A Biblia arról beszél, hogy ezt meg kell vallanunk a szájunkkal. Úgyhogy miért nem teszed csak azt, hogyha most itt vagy imában, hogy megvallod a száddal, hogy én hiszek a te halálodban és feltámadásodban. Say it together. Úgyhogy mondjuk így együtt. Jesus, I believe in your death and resurrection. Jézus, én hiszek a te halálodban és feltámadásodban. Thank you. And Father, I just want to thank you that you've reminded us tonight about repentance. És Atyám, én csak most hálát adok, hogy te emlékeztettél ma este bennünket a megtérésre. And Lord, you've got a new life that you want to give us. És Atyám, neked van egy új életed, amit szeretnél nekünk adni. But we can't take hold of it until we let go of ours. Mi nem tudjuk ezt átvenni addig, amíg nem engedjük el a régi életünket. So we just want to say right now, we let go. Úgyhogy most csak azt szeretném mondani, hogy elengedjük. We just let go of all of it. Csak elengedünk mindent. All of our plans, all of our dreams. Minden tervünket, minden álmunkat. All of our skills and gifts and talents. Minden saját talentumunkat, meg képességünket. All of our mistakes. Minden hibánkat. All of our achievements. Minden eredményünket. We count it all as nothing. Ezt most úgy vesszük, mint semmik. We turn from it. Elfordulunk ezektől. And we say, Jesus, we're walking with you now. És csak azt mondjuk, Jézus, most mi veled akarunk menni. Why don't you just, if there's anything that you know that an area where God's been speaking to and you've not obeyed him, why don't you just say sorry to him right now? És csak, hogyha bármi van, amit följött benned most, amit Isten felhozott, hogy van bármilyen terület az életedben, ahol tudod, hogy te nem engedelmeskedtél neki, csak kér bocsánatot ezért. Maybe there's something that he's told you to do and you know right now you need to make a commitment to do it. És lehet, hogy tudod, hogy van olyan dolog, amit Isten már mondott, hogy tegyél meg, és ezért most egy elköteleződést kell hoznod ez ügyben. That's repentance. És ez az igazi megtérés. And if you think it's too difficult, de hogyha úgy gondolod, hogy ez túl nehéz, just humble yourself. Csak alázd meg magad. You can say, God, I can't do this. Mondtad, hogy nyugodtan azt, hogy Istenem, én ezt nem tudom megtenni. I know I can't. Én tudom, hogy nem tudom megtenni. But I believe that you can through me. De elhiszem, hogy te meg tudod tenni rajtam keresztül. And that's faith. És ez hit. So Lord, would you give us the faith of Abraham? Atyám, kérlek, hogy add nekünk Ábrahám hitét. The faith that has actions. Olyan hitet, aminek vannak cselekedetei is. But may those actions not come from our own strength. És segíts, hogy ezek a cselekedetek viszont ne a saját erőnkből jöjjenek. Because we ask you right now, would you fill us with your spirit? És csak arra kérünk, Jézus, hogy jöjj és töltsd be bennünket most a Szent Szellemeddel. Let's just wait on him. Most csak itt vagyunk és várunk rád. And we just read that the believers that Peter and John laid their hands on them and they were filled with the Holy Spirit. És ugye csak olvastuk azt, hogy Péter és János csak így rárakta az emberekre a kezüket és töltekeztek Szent Szellemmel. And if there's anyone in here that wants somebody to lay their hands on them to be filled with the Holy Spirit, just stand up and put your hand up. És hogyha bárki van, aki most úgy van itt, csak hogy szeretnéd, hogy valaki rátegye a kezét, hogy betöltsön az Úr a Szent Szellemével, csak állj föl. And if you know you've been filled with the Spirit before, hogyha tudod, hogy már betöltekeztél Szent Szellemmel korábban, you can ask him to fill you again. Akkor kérheted Istent, hogy újra töltsön be. Because it's fresh living water. Mert ez egy friss, élő víz. And we all need it. Amire mindannyiunknak szükségünk van.
So why don't you just say between you and him, Father, would you fill me with your spirit right now? Úgyhogy csak mondd nyugodtan, magad és Isten között hangozzon ez az ima, hogy Atyám, most csak jöjj és töltsd be a Szent Szellemeddel. And say, God, I want to choose to say yes to whatever you tell me to do. És mondd azt, hogy Istenem, én mostantól bármit, amit kérsz tőlem, arra úgy döntök, hogy mindig igent fogok mondani. And I want to open up my heart to hear you speak this afternoon. És csak szeretném kinyitni az én szívemet, hogy halljam ma este, ma délután itt a te szavadat. Speak to me about my calling. Kérlek, beszélj hozzám az én elhívásomról. Speak to me, give me a vision for my life. Kérlek, beszélj hozzám, és adj egy víziót, egy látást az életemre. Plans that come from you and not from me. Olyan terveket adj, ami nem tőlem jön, hanem tőled jön. And let's just wait on him now. Most csak várjunk rá. Just enjoy his presence. Csak élvezd az ő jelenlétét. If anybody wants someone to come and lay a hand on you and pray for you to be filled with the Spirit, just put your hand up now. Hogyha tényleg van bárki olyan, aki csak szeretne betöltekezni Szent Szellemmel, akkor csak emeld fel a kezedet. Just keep your hand up until you've been prayed for and then you can put it down. Csak tartsd fel a kezed addig, amíg valaki nem imádkozott érted, és aztán utána majd leteheted. Ez valami olyan dolog, amiért ez is egy olyan dolog, amiért nem tudsz semmit megtenni, hogy ez megtörténjen, egyszerűen csak hittel el kell fogadnod. Csak alázd meg magad, és vesd alá magadat ennek. Csak mondd azt, hogy Atyám, én teljesen a tiéd vagyok, mindenem a tiéd. És csak tégy az én életemmel bármit, amit te szeretnél tenni. Lehet, hogy van olyan, akik közöttetek most meg fogják kapni a nyelveken szólás ajándékát, vagy a prófétai ajándékat. És lehet, hogy be van csukva azt a szemed, de mégis fogsz látni víziókat a jövővel kapcsolatban. Csak engedd, hogy Isten működjön és beszéljen hozzád. És hogyha csak annyit érzel, hogy valami olyan hang vagy szó ki akar jönni a szádon, ami nem ismerős, csak engedd, hogy az kijöjjön. Ne foglalkozz azzal, hogy ez ilyen furának hangzik, csak engedd, hogy ez kijöjjön.
lehet, hogy vannak az életünk, lehet, hogy vannak itt úgy emberek, akiknek azt mondták, hogy a Szent Szellem az nem mára van, ma már nem működik. And I believe that really grieves him. És hiszem, hogy ez a Szent Szellemet nagyon is megszomorítja. Because he's so ready to work in our lives today. Mert annyira készen áll arra, hogy ma működjön a mi életünkön keresztül. And sometimes we need to forgive those people. És időnként van, hogy meg kell bocsátanunk ezeknek az embereknek, akik ezt mondták nekünk. Sometimes our own lack of faith is a barrier to us receiving the baptism of the Spirit. És lehet viszont, hogy van olyan, akinél a hitnek a hiánya az, ami egy akadály, hogy a Szent Szellemet befogadja. And sometimes we just need to say, God, I'm sorry for my lack of faith. És csak annyit kell tenned, hogy annyit mondasz, hogy Istenem, bocsáss meg, hogy a hitetlenségemet. Lord, help. Kérlek, Istenem, segíts. I want to choose to believe that you want to work powerfully through me. Úgy döntök, hogy elhiszem, hogy te akarsz rajtam keresztül erőteljesen működni. Nyugodtan, bátran tedd fel a kezed, hogyha szeretnél imát kérni, hogy az Isten csak munkálkodjon benned, és lehet, hogy van itt olyan közöttetek, aki valami miatt egy rossz kép él a Szent Szellemről, vagy valami rossz élmény kapcsolódik hozzá. És hiszem, hogy Isten csak szeretné megmutatni, hogy ez a Szellem, a Szent Szellem, ugyanaz a Szellem, aki Jézus Krisztusban volt, ugyanaz, aki őt feltámasztotta a halálból, és nem kell félni tőle. És tudjátok, ez a Szent Szellem, azt mondja az ige, hogy ő elvezet minden igazságra. És az igazság megszabadít titeket. Ha bármi miatt azt érzed, vagy gondolod, hogy a Szent Szellem az félelmetes, esetleg valaki mondott neked valami olyat, akkor
csak fogadd el azt, hogy az Isten mindig a jót adja neked, mert ő egy jó Isten. És az Isten mondja, hogy ne félj. Csak fogadd el azt az élő vizet, azt a szellemet, amit én neked akarok adni. És ki akarom tisztítani a hazugságokat, akár arról, amilyen képed van a Szent Szellememről, vagy ami Istenről van kép benned. És ő fogja ezt tenni. Ha még szeretnél imád kérni, vagy vacilálsz, csak próbáld ki. Teszted le az Istent, és lásd meg, hogy ő soha nem mond neked hazugságot. Ő mindig az igazat és a jót adja neked. Szent Szellemről azt mondja, hogy ő a vigasztaló, ő a tanácsadó, és ő az, aki az Isten szavát hozza neked.